ezt a kis filmet. Minden munkálat a pirogravúrában abban áll, hogy egyszer kell tudni, hogy mit akarunk, és azután meg szorgos munkába végbe vinni. Én úgy tervezem el a dolgokat, hogy egyszer kiválasztom, mit akarunk én csinálni, és például, amit nagyon szeretek és tanulmányozok, a címerek, ország címere, vagy városok címere, vagy klubok címere. Mint hogy fogod látni a film végén, rengeteg klubnak csináltam meg címerét, és meg egy pár országnak is. Most például egy olyan címert rajzoltam ki, amely Luxemburg címerét képviseli. Egy pár másodpercet rászállok arra, hogy lássad is, hogy zajlik ez a munka. Ez a munka úgy megy, hogy a berajzolt vonalakra, és meg mellettünk tartjuk az eredeti kiválasztott címert, azt meg próbáljuk minél jobban leutánozni a fának a ráégetésére. Leállítom, hogy így ahogy látod itt az asztalon, ezek ilyen félkész állapotban vannak. Mindig avval kezdjük, hogy megvan a megfelelő kiválasztott anyagfa, amire egyszer rámásoljuk, mit akarunk csinálni, és azután meg beégessük. Ezek még csak be vannak rajzolva, ezek fél készen vannak, mert beégetés után meg kell csiszolni őket, ki kell javítani, ha valami hibát észlelünk, és azután meg le kell lakkozni, meg kell szárítani, és meg attól függ, hogy lesz, hová lesz téve, úgy állítsuk be, hogy akasztóval, falra, vagy ha valamilyen szupportra tesszük. Na. Most ebben a másik géppel is, mert az hamarabb megy, jobban éget, még egy percet ezen dolgozunk, és azután megmutatom, hogy mik vannak mostani megcsinálva, amit érzem, föl vannak állítva.